Ebből a videóból ki fog derülni, hogy miért jártam az elmúlt napokban Debrecenben, ugyanis ezt a házat mértük meg, egy légtömörségmérés készült, de hogy került ez a ház Debrecenbe? Ezt az épületet ugyanis Majosházán gyártották, majdnem készre, kamionokkal szállították Debrecenbe, és ez az első videó, ami az ilyen szintű prefab, előre gyártott házakról szól. Kíváncsian várom én is, hogy mi lesz ebből. Én azt gondolom, hogy izgalmas lesz. Nézzétek meg, hogyan történtek az előkészületek, és aztán majd megnézzük a végeredményt is. Hát olyat mutatok nektek itt bent, amilyet még nem nagyon láttatok. Ez ugyanis egy előre gyártott épület. Nagyon-nagyon hasonlít arra a megoldásra, amikor ilyen hajókonténerekből építenek lakást, amiből szerintem nem nagyon lehet Magyarországon megfelelően hőszigetelt épületet építeni, de annak a méretrendjére épülő acélvázas, acélszerkezetes, moduláris épület ez, ahol utána belül száraz építéssel, illetve fújt purhab hőszigeteléssel és kívülről OSB burkolattal készül el egy épület. Most így próbálom nektek megmutatni, hogy körülbelül mi látható. És hogyha jól megfigyeljük, akkor például látjuk itt a padlón ezt a csatlakozási hézagot, egész pontosan itt. Itt találkozik össze a két, mondjuk így, hogy blokk, és ez szépen felfordul itt a falra. Itt van egy ezüst pározáró fólia, ami demonstrációs céllal van itt, és itt látható, ez az acél csatlakozás. Ez az egyik blokknak a széle, ez a másik blokknak a széle. Itt kapott egy kis purhabot, mert ezt a helyszínen fújták ki. Itt fogják szétszedni. Ha megnézitek, akkor itt van egy csavar. Ez a csavar az, ami összerögzíti a két elemet. Itt a fémváz, erre készül egy párazáró fólia. Amit én észrevételeztem, hogy ez a párazáró fólia nem teljesen határozott, tehát ezt lehetne egy kicsit spécibben csinálni, mert ezek az áttörések, ezek elég szenvedősek ebben a formában. Itt látható, tehát ezt nehéz lesz letömíteni. Isten igazából nem is kellene feltétlenül ez a párazáró fólia, mégis érzem létjogosultságát, hiszen itt van ez a fémváz. És ez egyfajta hűtőbordaként tud működni, tehát ez jó, hogyha ez is megvan akadályozva, hogy odaférjen a pára. Fogunk majd látni hőkamerás felvételeket is, de összességében én azt mondom, ez egy nagyon érdekes megoldás, már több épület elkészült ezzel. Egyébként ezt itt Budapest mellett Majosházán készítik el, és ez a konténer a jövő héten Debrecenbe fog utazni. Hogyha megnézzük, akkor itt látható, hogy itt van egy blokk, itt attól a saroktól tart ez a blokk ide a bejárati ajtó, vagyis egy terasz ajtóig bezárólag. Itt van a határvonal, itt. A következő az itt az előszoba, után következik így, és tulajdonképpen ez a háznak a fele. Egyébként ez egy 75 négyzetméteres épület lezs, augusztusban született meg a döntés, és utána elkezdték ezt építeni, és így év végére ez az épület már állni fog. Úgyhogy én ezt nagyon kíváncsian várom, hogy ez hogyan fog kinézni. Na, itt látható az, hogy elkészült ez a párazárás. Ezt itt nagyon szépen összeragazgatták. Tehát itt látható, hogy ezzel az aluszalaggal leragasztották, kapcsolásokat leragasztották, és úgy érzem, hogy sikerült a kivitelezőnek a kíváncsiságát felkeltenem, és nagyon valószínű, hogy egy légtömörségmérés is fog készülni, egy blower door mérés, ami nyilván itt nem szerződéses követelmény, de azért jó lenne egy alacsony energiás szintet mérni rajta. Mondjuk így, hogy a gyárba szinte minden elkészül, viszont a helyszínen lesz festve, és itt elő van már készítve a fürdőszoba blokk, ugyanúgy, ahogy a konyha is, tehát itt látható a konyha pultban a mosogató, és hát pont egy előregyártás, azaz előre való kitalálásról szól, akkor már ott nem nagyon lehet variálni. Itt látható a WC blokk,
Itt egy, ha jól látom, akkor ez egy mosdó lesz, mellette egy WC, egy fő fürdőszobának a WC-je, lesz mellette mosdó, ugye ez impregnált kartonnal van csinálva, és itt már látható, hogy megkezdték a festők a hézagolást, ez így fog kiérkezni a helyszínre. Szóval ez egy komoly előre gyártott épület, akárhogy is nézzük, a falakban kőzetgyapot, hangcsillapítás, és a belső falak azok gipszkartonból lesznek. Amit itt látunk, és nem csinálunk semmiből sem titkot, hogy itt a két acélprofil között még van egy rés, ezt majd a helyszínen kell tömíteni ilyen duzzadó szalaggal építés közben. De most ez nyilván ez egy üzemi előregyártási állapot, mert ezt én úgy tudom, hogy 5 kamion fogja elszállítani majd a helyszínre, mert nagyon szépen megvan írva, hogy ez itt mi lesz, hova megy, honnan jön, hova megy. Itt lesz a biztosítékszekrény, ezt már a helyszínen fogják szerelni, hiszen több irányból kell ide behúzni a kábeleket. A belmagasság az 2,55 m, tehát ez egy standard panel belmagasság, úgyhogy ebbe azért már lehet élni, és a hitelfeltételeknek is megfelel. És itt lesz egy szellőző, egy komoly szellőző rendszer lesz ide beépítve, úgynevezett decentrális, azaz nem központi szellőzés, hanem helységenként lesz, nem minden helységbe, de bizonyos helységekben lesz szellőzés, azt majd meg fogjuk nézni a terven. És így lesz biztosítva a friss levegő, de természetesen lehet ablakokat is nyitni. A beépítés egy hagyományos purhabos beépítéssel történt. Én a gyártót buzdítottam a szalagos beépítésre, mert nem egy lehetetlen dolog, és annyival meg nem drágább. És itt egy dupla hőszigetelő üveg került bele, sajnos nem melegperemmel, ez is egy fejlesztési lehetőség. Nyilván ez is pénzbe került, de talán nem olyan sokba, úgyhogy ezeken érdemes esetleg elgondolkozni, de én azt mondom, hogy aki passzív házépítő és téglapárti vagyok, én ezt egy reális alternatívának tartom, mert akár az ember ezt a házat viheti, mint a csiga a hátán, hogyha kell. Na és akkor itt látható, hogy ne kartonozd le, mert itt még gondolom fog dolgozni a villanyszerelő, illetve ezeket a tömítéseket meg kell csinálni. Itt látható, hogy ez a réteg rendezne engem nem elégít ki, tehát javasoltam nekik a Rotoblastnak a termékeit megnézni, ott vannak ilyen csoda anyagok, amivel ezt jól meg lehet oldani, de ugyanígy az Ilbruknak, vagy más hasonló cégeknek is vannak erre jó anyagai. Szóval szerintem az aluszalag az ide kevés. Ezzel ezt nem lehet jól megoldani. Nem kéne beengedni ide a fólia mögé a párát semmi körülmények között. Még akkor sem, hogyha itt egy zárt purhab van. Ide fog beépülni a bejárati ajtó, ami már elő volt készítve, az előző képeken láttátok. És ha itt kívülről megnézzük, akkor ez egyelőre még inkább egy dobozra hasonlít, de lelki szemeink előtt már láthatjuk azt, hogy ez valójában egy családi ház lesz. Itt látjuk az elején ezt az építészeti elemet. A helyi építési szabályzat megköveteli, hogy magas tetős legyen az épület. Én azt gondolom, hogy ez nem haszontalan dolog, egész barátságos lesz ennek így a homlokzata, és egy ilyen viszonylag alacsony hajlású tetőszerkezet fog rákerülni. Külső felület, ez tulajdonképpen szinte bármilyen burkolatot kaphat, akár le lehet homlokzati hőszigetelő bevonati rendszerrel burkolni és utána levakolni, de nyilván mivel előregyártásról és időspórolásról beszélünk, így egy ilyen homlokzati fémlemez burkolatot fog kapni, ami költséghatékony és gyors. Az én ízlésemmel egy kicsit ellenkezik ez a trapézlemezszerű burkolat, de azt mondom, hogy még akár ez is vállalható, figyelembe véve azt, hogy így az épület gyorsan szerelhető, gondozásmentes és időjárásálló lesz. És természetesen pusztán pénzkérdése, hogy mivel burkolja le valaki. Ha erre valaki egy 5 centi homlokzati hőszigetelő bevonati rendszert rátesz, akkor ez teljesen kiváló tud lenni. És itt lehet látni, hogy az épület itt törhető el, itt vehető darabokra, mint a csoki, és különböző kis elemekből össze lehet állítani. Hát ez pont
pont egy ilyen konténer méret, és mindjárt megmutatom nektek a konténert magát. Ami ebbe az óriási dolog, amint látjátok, itt fedél alatt vagyunk, egy nagyon komoly gyártócsarnokba, nem esik az emberek nyakába az eső, és szinte időjárástól függetlenül lehet építeni. És ezt 5 kamion el fogja szállítani, egyik nap felpakolják, másik nap pedig a helyszínen összerakják, és lehet tovább folytatni a helyszíni szerelési munkákat. És itt a csarnokba megfigyelhetünk egy kisebb épületet, ez egy kis mobil iroda tudna lenni, vagy akár egy kis hétvégi házikó, egy telken. És amit megmutatok még nektek, az maga a vászszerkezet. Itt látható ezen a kis speciális tréleren ez az acélváz, amit itt összeállítottak. Elég komoly 3 mm-es acélokból van. Alulról van egy trapézlemez, hogy rágcsálóktól és mindentől védjék magát ezt a rétegrendet, és ebbe kerül bele a fújt purhab hőszigetelés. Korábbiakban készült erre, elkészült épületre hőkamerás vizsgálat, az még engem nagyon izgat, hogy ezek a profilok mennyire okoznak hőhidasságot. Így néz ki ez az épület, szerintem egy nagyon érdekes kísérlet. Eddig tudták tartani a határidőket, a mai napra volt a szerkezetkész állapot meghirdetve, és az tulajdonképpen meg is valósult, úgyhogy innentől kezdve már túl sok mindent nem lehet vele csinálni, mert azt majd a helyszínen kell megoldani. Halljátok, hogy zörög az eső, viszont a gyártás az folyik, lehet dolgozni, szóval szerintem ez egy nagyon jó dolog benne, úgyhogy nem maradt más hátra, mint a végén elköszönjek. Sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!